Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat! Ez itt szokás szerint a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Én Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója, vállalkozó, étterem, láncok, vagy éttermek tulajdonosa, ugye a Kostesz étterem láncnak a tulajdonosa. Üdvözöllek a stúdióban. Köszönöm a meghívást, hello. Károly, mikor legutóbb beszéltünk, ez valamikor október eleje közepetáján lehetett, és akkor kérdeztelek arról, hogy látod a hazai vendéglátó ipar helyzetét, kilátásait rövid és középtávon, és elég drámai képet festettél. Többek között arról beszéltél, hogy a jövő év elejére várod azt az időszakot, amikor nagy számban dőlhetnek be, főleg a családi alapítású kisebb vállalkozások, éttermek. Az azóta eltelt szűk két hónapban módosult-e valamennyire az álláspontod, a véleményed, vagy esetleg még drámaibb a kép? Még drámaibb semmiképpen nem mondanám, hogy lett hát ennyire vélemény, vagy mennyire ez inkább csak egy, mondjuk úgy, hogy egy feltételezés, hiszen nem látunk előre valójában. Én azt gondolom, hogy trendeket látunk, meg valamennyire néhány dologban már azért konkrétumokat az elmúlt hónapokban, de azt feltételezhetjük, hogy az a válság, amiben még mindig befele tartunk, ez nem fogja segíteni semmilyen szinten az étterem bejárást a vendégek részéről, hiszen ilyenkor, amikor visszafogják a költéseiket, csökken a fizetőképesség, akkor az egyik olyan dolog, amitől könnyebb megvonni a költést, vagy a pénztárcát, ilyenkor az nyilván az étterem bejárás, hiszen ez nem egy olyan dolog, amire mindenképp szükség van. Enni fognak attól még, akik tehetik, de meg lehet ezt oldani úgy is, hogy vásárolnak a boltba, és otthon készítenek maguknak ételeket. Ezért ilyenkor azt látjuk, hogy a vendéglátás az egyik elszenvedője az ilyen típusú válságoknak, ahol az emberek visszafogják a költéseiket. Ezt ténylegesen látjátok, tapasztaljátok az éttermeitekben. Ezek azért ugye magasabban pozícionált éttermek, hogy a vendégkör kevesebbet költ, kevesebbet fogyaszt. Ez hogyan viszonyul ahhoz, hogy évközben ti is azért emeltétek az árakat? A mi éttermeink azért nem mondhatóak átlagosnak, hiszen hozzánk eleve azok a vendégek jönnek, akik kifejezetten érdeklődnek a gasztronómia iránt, és olyan élményeket keresnek, amiért hajlandóak akár egy picit többet áldozni. Ennek ellenére érzékeljük azt, hogy a perfőköltés, az főleg a magyar vendégek oldaláról azért valamennyit már visszaesett. Ebből a szempontból ott is szerencsénk van, hogy mi azért főleg a turisták építjük az üzleti modellünket, és a turisták, ha már elutaznak valahova, akkor azért jellemzően nem a szállodában kenegetik maguknak a zsíros kenyeret, hanem ők már akkor elmennek étkezni. Aki egy gasztroturista, vagy kifejezetten nyitott a gasztro élményekre, az jó eséllyel mondjuk azokat a jobb minőségű helyeket fogja választani, amik közé a mi éttermeink is tartoznak. Ezért az elmúlt pár hónapban nekünk még a forgalom visszaesést igazán nem mutatott a korábbi évek hasonló hónapjaihoz képest, viszont azt láttuk, hogy mondjuk az októberhez képest a november gyengült, ebben persze benne van az is, hogy a vendéglátásban is van valamilyen fajta ilyen ciklikusság, hogy a január-február általában hagyományosan a leggyengébb hónapok, de az ősszel is, tavasszal is azért vannak benne ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek. Amit, ahogy utaltál is rá, azért közben mi árakat emeltünk, hiszen kénytelenek voltunk, mert minden költségünk folyamatosan megy fölfelé, ezért az összbevételünk az nem csökkent, csak a vendégszám az, ami ilyen szempontból egy picit változott, illetve a magyaroknál látjuk, hogy egyre erősebb az árérzékenység, tehát a választásnál a szempont, hogy mi mennyibe kerül, kére még mellé esetleg egy olyan borkíséretet is, vagy valami olyan extrát, ami már egy plusz költség, akkor azt már esetleg elhagyják. Úgy, hogy még mondom, azért a mi vendégkörünk szerintem kevésbé árérzékeny, mint általában a társadalom. De már ők is megnézik ezek szerint. De már náluk is látszik, hogy azért erre utaló jelek vannak.
És én azt gondolom, hogy ez egyre inkább így lesz, hiszen sajnos ebből a szempontból tényleg még nem látjuk az alagút végét, azt látjuk, hogy egy egyre jobban elmélyülő válság van inflációs oldalról is, az egyéb gazdasági hatások is nyilván olyanok, amiknek még nem látjuk, hogy bármilyen szinten már egy javuló trendje érzékelhető lenne, úgyhogy én arra számítok, hogy az, amit korábban említettem, hogy várhatóan az év elejétől lesz nagyobb mértékű csőd hulláma az éttermeknél, ez továbbra is sajnos várható, hiszen egyrészt nagyon sokaknak akkor fog jelentkezni a megemelkedő rezsiköltség, mert a legtöbben azért, akik vállalkozást üzemeltetnek, azok éves szinten legalább előre szerződéseket kötöttek, és most, hogy kifutnak, a mi szerződéseink is jellemzően januártól változnak, és ott lesz az, hogy egy nagyon látványos áremelkedés jön majd a rezsi kapcsán, de ezen túl a beszállítói oldalon az árak, az alapanyagárak azok azért folyamatosan évközben is emelkedtek, ezen túl van azért még mindig egy bérnyomás rajtunk, mert hogy a vendéglátásban kifejezetten problémás volt a munkaerőhelyzet az elmúlt másfél-két évben, amit csak azzal lehetett valamilyen szinten ellensúlyozni, hogy próbáltál legalább az inflációt követően béreket emelni, de korábban akár azt meghaladó mértékben is. Itt most ugyan én számítok pont a bezárások miatt egy változásra, hiszen föl fognak szabadulni emberek azokon a helyeken, amik bezárnak, és ez talán egy picit enyhíti ezt a típusú problémát, de az egyéb problémákon ez sem segít. A vendéglátóiparban dolgozók ezek szerint csereszabatosak? Tehát az éttermem minősége az nem számít ebből a szempontból, hogy tud alkalmazkodni a változó feltételekhez? Dehogy nem, hát nyilván vendéglátás és vendéglátás között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát attól, hogy valaki mondjuk eddig egy önkiszolgáló gyors étteremben dolgozott, vagy egy hamburgerezőben, az nem jelenti azt, hogy mondjuk egy Michelin csillagos étteremben is alkalmassá válik arra, hogy akkor hirtelen ott legyen a következő munkahelye, de azért lehet tréningezni az embereket, lehet képezni őket, de nálunk ugye azért az minimum elvárás, hogy nyelveket kell beszélni, hogy legalább már valami hasonló típusú vendéglátásból előzetes tapasztalata legyen az embernek, csak akkor, amikor nincs jelentkező, akkor egy idő után kénytelen vagy ebben kompromisszumokat kötni, tehát nálunk most már több olyan kolléga van, akit mondjuk külföldről munkaerő közvetítő cégeken keresztül hoztunk olyan kollégák, akik például magyarul nem beszélnek, mert hogy... Tehát nem külföldön dolgozó magyarokról beszélünk, hanem ténylegesen külföldiekről? Igen, tehát olyanok, akiknek abszolút nem magyar az anyanyelve, olyan embereket is kénytelenek vagyunk már nem csak a takarítónak, vagy mosogatónak, vagy olyan kisegítő munkákra alkalmazni, ahol ez nem volt probléma, hogyha esetleg nem beszél magyar nyelvet, hanem már a pályán vagy a konyhán is dolgoznak olyan szakemberek, akik abból a szempontból szakemberek, hogy van előképzettségük a vendéglátásban, de mondjuk a magyar vendéghez nem ő fog oda menni fölvenni a rendelést, mert hogy magyarul nem beszél. Ha már szóba hoztad a Michelin csillagokat, ugye az éttermeid közül az egyik most elvesztette, a másik pedig megkapta. Ez hogyan csapódik le a vendégforgalomban? Hát azt, hogy a Rumor éttermünkkel most kaptunk egy csillagot, a Costes Downtown éttermünkkel meg sajnos elveszítettük a csillagot. Még nagyon friss ez a helyzet, hiszen november 3-án hirdették ki ugye a Michelin Guide-ban az eredményeket, ezért még azt tudom mondani, hogy azt már láttuk, hogy az elvesztése a csillagnak az hirtelen egy bevétel visszaeséssel és egy vendégszám visszaeséssel járt. Az, hogy ez milyen mértékű lesz, azt még azért nem merem egyértelműen mondani, mert eleve volt azokon a helyeken is, ahol nem volt változás, mondjuk októberről novemberre csökkenés, ezért ez valamilyen módon árnyalja ezt a képet, hogy nem tudjuk, hogy mi az, ami a csillagvesztés miatt van, és mi az, ami egyébként is lett volna, de a növekedésben abban azért nem ilyen gyors ez a dolog, mert egyrészt szerencsére a Rumor eddig is jól ment, Rácz Jenővel közösen csináljuk ugye ezt az éttermet, és Jenő elég népszerű ahhoz, hogy egyébként is telt ház volt, és nem tud ettől még inkább telt ház lenni. Ezért ott inkább azt látjuk, hogy ami elindult folyamat, hogy eddig kifejezetten oda a magyar vendégek jártak, mert a külföldieknek nem nagyon mondott a Rácz Jenő név még semmit, bármennyire is itthon sztár ő, hanem inkább a magyarok számára volt vonzó, viszont a Michelin csillag az a külföldieknek is mond valamit, ezért egyre inkább látszik a foglalásokon, hogy egyre több külföldi jönne és kóstolná meg az ottani
mondani menüt. A másik oldalról ez a downtownban, ahol eddig is azért alapvetően külföldiek voltak, és hát az egyik fontos szempont mindenképpen az volt az ő tájékozódásukban, hogy mik azok a helyek esetleg Budapesten, amiket a Michelin is értékel ilyen szinten, hogy ajánlja őket csillaggal. Ott viszont azt látjuk, hogy azáltal, hogy kikerültünk ebből a körből, ezáltal visszább esett a foglalások, meg az érdeklődés is. Egy Michelin csillag az alkalmas arra is, hogy annak leple őrve alatt árakat emeljen az adott étterem? Hát ez szerintem nem önmagában a Michelin csillag alkalmas vagy nem alkalmas erre, hát ebben egyrészt van egy kényszer is, de a Michelin csillagos helyekkel szemben eleve az jobban megszokott, hogy azok egy magasabb árfekvésű helyek, hiszen olyan színvonalú szolgáltatást nyújtanak, olyan alapanyagokkal, olyan szakemberekkel, olyan környezetben, amit eleve nem nagyon lehet hasonló áron megvalósítani, mint mondjuk a nem ilyen szolgáltatási színvonalat nyújtó helyek adnak, ezért ezt valamennyire elfogadta már a széles körben az étterembe járó közönség, hogy az úgynevezett fine dining helyek, vagy kiemelkedő minőséget nyújtó helyek, ezek azért egy magasabb árkategóriás helyek, és emiatt már eleve csak azok mennek oda, akik ezt meg tudják fizetni, ők meg valószínűleg kevésbé árérzékenyek, akár egy áremelés tekintetében is. De ez nem azt jelenti, hogy itt nem jelentkezik ez problémaként, csak itt talán egy picit könnyebb lenyeletni. Ráadásul, mint említettem, ugye jelentős részben külföldiekről van szó, akik, hogyha euróban nézik ezeket az árakat, akkor mondjuk az elmúlt hónapok euró árfolyam változásai nekik még kedveztek is, mert ezáltal, ha én emeltem mondjuk 10-15%-ot az áron, de közben erősödött az ő pénze 10-15%-ot a forinttal szembe, akkor ő ugyanott van árban. Beszéljünk kicsit, mert beszéltünk eddig a vevői oldalról, de most beszéljünk arról, hogy hogyan lehet üzemeltetni manapság ezeket a helyeket. Elsőként is arra vagyok igazán kíváncsi, hogy a minőséget hogyan lehet fenntartani. Gondolok itt arra, hogy az alapanyag beszerzést, azt nyilván a COVID időszak is megnehezítette. Az ellátási láncokról tudjuk, hogy megszakadoztak. Nehezebbé vált eljutatni az alapanyagot egészen az éttermekig. Aztán most megjött ez a gazdasági pénzügyi válság, ami más módon, de tovább rombolta ezt a szövetet. Tehát, hogy látjátok, hogy nehezebbé vált a minőségi alapanyagok beszerzése, vagy ez valamennyire azért az idők során kitisztult, rendeződött, flottabbul megy esetleg? Hát itt két jelenséget érdemes párhuzamosan vizsgálni. Az egyik, ami egyébként elindult egy körülbelül 10 éve, hogy elindult egy folyamat, hogy a hazai kistermelők szintjén egyre többen ismerték föl azt, hogy ha tudnak találni pár olyan éttermet, akik direktbe átveszik az ő termékeiket, akkor abból már meg lehet egy kis gazdaságnak élni, és elkezdtek arra specializálódni, hogy olyan magasabb minőségű dolgokat állítsanak elő, amiket ezek az éttermek átvesznek tőlük. Hiszen hosszú ideig az is probléma volt, egyszerűen nem találtunk itthon alapanyagot, és a külföldről kellett behozni, annak nyilván jelentős többletköltségei voltak, ráadásul ezt mondjuk a COVID-lánc probléma az tovább fokozta, hogy a szállítási nehézségek, egyéb dolgok. Ezért azt láttuk, hogy van egy biztató jelenség, és ez a biztató jelenség, ez ha nem is derékba tört, de azért komoly csorbát szenvedett attól, hogy mivel ezek kisvállalkozások voltak, és abból éltek, hogy ez a néhány étterem átveszi az ő termékeiket, ha ez a néhány étterem nem tudott működni, mert be kellett zárjon a COVID időszakra, akkor ez akár csődbe vihetett egy-egy ilyen kisvállalkozást, és ezt megtapasztaltuk, hogy kiestek páran azok közül, a termelők közül, akik biztosították számunkra a megfelelő minőségű alapanyagokat. Ez ugye hozta azt is, hogy akkor vagy megint külföld irányba kellett nyúlni, vagy találni más szereplőket, akik esetleg átvették. Dőltek be ilyen kis vállalkozások, családi vállalkozások? Igen, tehát így tehát a mi mondjuk beszállítói körünkben volt több példa arra, hogy egyszerűen azt jelezték, hogy ők nem tudnak tovább működni ebben a helyzetben. És ez független attól, hogy húsárut termeltek, vagy zöldséget, vagy ilyesmit?
Hát ezt most azért ilyen szinten, hogy őszintén nem vizsgáltam, hogy ebben van-e valami rendszerű, hogy inkább ezek, vagy inkább azok. Ez inkább a vállalkozás mérettől, meg attól is függött, hogy mennyire tud rugalmas lenni abban, hogy át tud-e állni arra, hogy akkor talál-e olyan átvevő piacot, mert itt ugye az a baj, hogy ez a magas minőség, ez magasabb árral is jár, és hogyha mondjuk bezártak az éttermek, akkor ő hiába ment a nagykerláncokhoz, hogy akkor vegyétek át a termékemet, mert nem tudta olyan áron előállítani, amiért átvették volna tőle. És inkább ez okozta szerintem a problémát, hiszen nem arról van szó, hogy az emberek kevesebbet ettek a Covid alatt, csak máshol vásárolták meg, és más termékeket. És most ugyanezt látjuk egy picit a válságnál, hogy most a vendéglátásban egyre erősebb az a nyomás, hogy a vendéglátósok keresik, hogy hogyan lehet kiváltani olcsóbb alapanyagokkal adott esetben a menüket. Tehát, mert ugye egy menüben az, hogy miből áll össze, ezt a séf találja ki, hogy mik azok az ételek, vagy alapanyagok, amik megfelelő technológiával elkészítve egymáshoz úgy illenek, olyan összhatást adnak, amitől majd elégedett lesz a vendég. És azért ebben vannak hát valamilyen szinten legalábbis mozgás lehetőségek, mert hogy vannak extrább, drágább alapanyagok, és vannak ott, de attól még az ugyanúgy el lehet jól készíteni, akkor, amikor nincs egy ilyen nyomás az emberen, hogy egyébként nagyon árérzékeny a vendég, és nem mindegy, hogy melyik fogás mennyibe kerül, akkor mindig a minél extrábbat szeretné magadból mutatni, amihez azt mondod, hogy megveszed a drága extra alapanyagot. Ilyenkor ezt szerintem mindenki egy picit elgondolkodik azon, hogy találunk-e valami megoldást arra, ami ugyanúgy jó minőség, ugyanúgy Michelin csillagos színvonal, de nem biztos, hogy annyira drága alapanyag. És akkor ez a folyamat, ez, hogyha sok szereplő egyszerre gondolkodik ebbe az irányba, akkor azokat, akik mondjuk közben meg kifejezetten a drágább, extrább alapanyagokat állítják elő, azokat bizony falhoz állíthatja, mert hogy akkor egyszer csak azt látják, hogy az ő vevőik eltűnnek, vagy nem is tudnak váltani, nem olyan a technológia, nem olyan az üzem. Az a baj, hogy valaki ráállt arra, hogy ő szarvasmarhát tenyészt, vagy ő nem tudom mit csinál, galambot, vagy bármilyen, akkor ő nem tudja hirtelen azt mondani, hogy akkor most én alapjaiban lecserélem az állatállományomat, és egy olcsóbb, egyszerűbb állományra állok át. Előbb-utóbb meg lehet ezt csinálni, de ez nem úgy van, hogy akkor ezt most néhány hónap alatt lehet ilyen váltásokat végrehajtani. És hol könnyen megtalálni a piacát a kevésbé minőségű áruknak? Itthon megvan ez a termelői réteg, vagy importból lehet inkább beszerezni? Hát sajnos azért inkább importból, mert most az a fura helyzet van, hogy két véglet van most itthon, tehát hogy lassan kialakult az a réteg, aki próbált kifejezetten a magas minőségű helyeknek termelni magas minőségű alapanyagokat, és van az átlagos szint, amit meg el lehet adni általában itthon, de a kettő között még van legalább 2-3 lépcsőfok. És most ebből a szempontból ott egy picit bajba vagyunk, hogy hiába lett egy-két olyan, aki már el tud látni nagyon, de hogyha az ember azt mondja, hogy hasonlóan magas minőséget, de más típusú alapanyagból szeretnék arra, hogyha eddig nem volt megfelelő kereslet, akkor vagy nincs ilyen termelő, vagy ha azt mondom, hogy akkor ebből egy picit esetleg hajlandó vagyok lejjebb adni a minőségből, és az árérték arányt nézem, akkor ott megint az van, hogy arra a szegmens egyáltalán nem biztos, hogy ráállt valaki, mert tömegesen eladni még azt sem feltétlenül tudta, úgyhogy itt azt látom, hogy ahol ebből a szempontból nagyobb a merítés vagy a választási lehetőség, az inkább külföld, de azért mindenki szeretne itthon megoldást találni. Két okból, egyrészt külföldről Európa kell vásárolni, ami azért nyilván nem egyszerű most ezekkel az árfolyamokkal, másrészt meg ott megint beállhat egy olyan ellátási lánc probléma, amit azért megtapasztaltunk ugye nem olyan rég, hogy egyszerűen nem érkezett meg az áru, vagy nem tudtad megoldani azt, hogy folyamatos legyen az ellátás, tehát azért ebből a szempontból nagyobb a remény, és akkor még nem beszélünk arról, ami egyébként azért egyre fontosabb lenne, bár egy ilyen válsághelyzetben sajnos egy picit visszásorolódik, hogy az sem mindegy, hogy mekkora a környezeti lábnyoma ezeknek a termékeknek. Nyilván, ha kevesebbet kell szállítani, ha egyébként olyan módon, nem tudom, egy picit ilyen ökogazdaságban, vagy egyéb helyeken állították elő, akkor legalább ezzel is valamit tudunk tenni azért, hogy egy picit fenntarthatóbb legyen a működésünk. Nem mondom, hogy most ez a legfontosabb szempont egy ilyen helyzetben. A szállítóitok inkább nyugat-európai desztinációból érkeznek, vagy a térség, Közép-Európa alkalmas arra, hogy kiszolgálja ezt a minőséget?
Hát ez nagyon termékfüggő, tehát ez azon is múlik, hogy tényleg, mert ugye akkor, amikor szezonális termékekről beszélünk, akkor mindig azért lehet a régióban az adott szezonban találni esetleg olyat, akinél jó spárga, vagy jó eper, vagy jó nem tudom mi van. Akkor, amikor mondjuk valaki abban gondolkodik, hogy ő tengeri halakat is föltesz az étlapra, ott... Az Csehországból nehéz lesz. Azt értelemszerűen nem a régióból fogjuk tudni beszerezni. Tehát ez nagyon tényleg termékfüggő is, de még egy fontos dolgot azért még érdemes megemlíteni, hogy pont annyit fejlődött már a hazai vendéglátás, és lett már annyi jó szereplő, hogy azért már egyre inkább kereskedők is elkezdtek arra ráállni, hogy már nem egyenként kell beszerezni a termelőtől direktbe, hanem már vannak olyan kereskedők, akik a minőségi igényeket próbálják kiszolgálni, és az, hogy ő honnan hajtja föl ezt az árut, azt mi már a folyamatot nem is feltétlenül látjuk, mi már csak a végén az árut látjuk. A kereskedő beiktatása ebbe a láncba, az mennyit dob még az árakon? Nem volna olcsóbb direktben beszerezni ezeket, vagy az viszont sokkal több adminisztrációt és menedzsment munkát? Nem is csak adminisztrációt, hanem tehát azt gondolom, hogy valamivel persze lehet több adminisztráció is, de nem is erről az oldalról, hanem ugye a kereskedő azáltal, hogy nagyobb mennyiséget tud átvenni, mert több felé szolgálja ki, ezáltal egy picit lejjebb tudja tolni az árakat esetleg a beszerzési oldalon, és így még elképzelhető, hogy a végén az eladási ára az nem feltétlenül lesz több felénk, mint ha direktbe vásárolnánk meg, mert hogyha valamiből 20-szor annyit kérek, akkor jó eséllyel jobb árat fogok tudni kapni. A beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy hogyan látod a 2023-as kilátásokat. Szerinted lehet most valid üzleti tervet készítenie bármelyik étterem tulajdonosnak 2023-ra? Vagy hónapról hónapra kell tervezni? Hát mindenki nyilván próbál ilyen-olyan terveket készíteni, de validat szerintem azért nem lehet, mert túl sok ismeretlenes az egyenlet. Tehát nem tudjuk, ezt ugye korábban már elmondtam talán a mi előző beszélgetésünkön is, hogy akkor, amikor egy keresletcsökkenés van, akkor addig, amíg nem tudod ennek a mértékét, akkor ugye eleve nagyon nehéz tervezni. De ez most azt látjuk, hogy ez a keresletcsökkenés, ez valószínűleg egy kínálatcsökkenéssel is fog járni, hiszen ha lesznek olyanok, akik nem bírják, már pedig nagyon sokan fölélték a tartalékaikat, és már nincs miből finanszírozzanak esetleges veszteségeket, és várhatóan további bezárások lesznek. Hogyha a kínálat is csökken, akkor azért az előbb-utóbb valamilyen módon újra kiegyenlítődik a kereslet és a kínálat, csak hogy ez mikor fog és milyen szinten majd beállni. Ez, amit most senki nem tud. Megtörténhet az is, hogy néhány hónap alatt, mert egy olyan bezárás hullám lesz, olyan mértékben csökken a kínálat, hogy akár hamar kiegyenlítődik ez a helyzet, meg az is megtörténhet, hogy azért mindenki, ameddig még teheti, addig próbál életben maradni és finanszírozni az üzletét, és elhúzódik ez a folyamat. Melyikre látsz nagyobb esélyt? Talán azt gondolom, hogy a második megoldásra, mert én azt gondolom, hogy nehezen engedik el az emberek a már fölépített vállalkozásaikat, főleg, hogyha eddig ebből meg tudtak élni. Többféle típusú vendéglátós vállalkozás létezik. Vannak a klasszikus családi méretű ilyen kis vállalkozások, vannak a már, ha nem is nagy vállalkozások, de a vendéglátáson belül már jelentősebbnek mondható több éttermet, láncokat működtető vállalkozások, és van a kettő között ez a picit ilyen hobbi szerelem kategória, amikor ahol máshol keresi a pénzt egy vállalkozó, de úgy gondolja, hogy az olyan szexi, jópofa dolog étteremmel is foglalkozni. Hogyha van máshonnan finanszírozni, akkor nyilván nagyobb eséllyel életben tartható. Hogyha egy nagy cégről van szó, aminek esetleg vannak tartalékai, vagy vannak olyan mobilizálható egyéb, és inkább azt mondjam, hanem olyan logisztikai háttere, hogy mondjuk ilyenkor még van hol költségcsökkenteni, vagy van hol racionalizálni a működésen, akkor még elképzelhető, hogy ott még ezzel ki lehet húzni. A leginkább azért a kicsiket érzem veszélyben, mert ők azok, akiknek tényleg már a COVID jellemzően a tartalékaikat fölélte, ráadásul most a szektor igazából forráshoz, hitelekhez nem nagyon tud jutni, mert eleve egy olyan
bizonytalan szektornak van ítélve a bankok által, hogy a kockázatelemzők eleve azt mondják, hogy vendéglátós vállalkozásnak most nem hitelezünk, és ott, hogyha ha napi szinten veszteség képződik, és nincs miből finanszírozni, akkor egyszerűen nem fog árut kapni, nem fognak az emberek dolgozni, ha nem kapják meg a fizetésüket, és itt tovább, és lekapcsolják az áramot, ha nem fizetett ki, tehát hogy egy ponton reménytelenné válik a helyzet. Ezért én azt gondolom, hogy aki teheti, az próbál még majd, ameddig lehet kitartani, de abban biztos vagyok, mint ahogy azért már az elmúlt időszakban is láttunk komoly helyeket bezárni, hogy lesznek még azért jelentős áldozatok. Igen, bár ebből, amit most elmondtál nekem, nem, az nem rajzolódik ki, hogyha a kicsik bedobják a törők között, az ő vendégkörük átcsatornázódna a minőségibb. Ja nem, én éttermek. Most nem magunkról beszélek nem, ebből nem, a szempontból, hanem általában a vendéglátással. Volt egy állítás, hogy akik talpon tudnak maradni, azok azért is fognak talpon maradni, mert ugye szűkülni fog a kínálati része a piacnak, és azok a vendégek akkor nyilván megkeresik a módját, hogy a megmaradó éttermekben költsék el az ebédjüket, de ahogy mondtad, a kicsik fognak szerinted leginkább. Hát a leginkább, vagy a legtöbben elvérezni, de bocsánat, én ilyenkor nem csak a saját helyeinkről beszélek, tehát a saját helyeinkben azért egy picit más a helyzet, mert azt említettem korábban, hogy a mi helyeink elsősorban turistákból élnek, és abban én optimista vagyok, hogy addig, amíg Budapest ennyire olcsó desztináció és jó árértékarányú desztináció, addig szerintem a turizmusban jelentős visszaesés még nem várható, ezért mi esélyesek vagyunk arra, hogy elműködjünk úgy is, hogy akár nem lesznek jelentős veszteségeink. De ez azokra igaz, akik tényleg a turistákra specializálódtak, és ez egy kisebb része a vendéglátásnak. Azon belül is azok, akik mondjuk a fine dining vagy a minőségi vendéglátást képviselik, azok egy kevésbé árérzékeny közönségre lőnek, és ott megint valószínűleg egy picit válságállóbb ez a közönség. Tehát én azt gondolom, hogy én a kollégáimat azzal biztatom, hogy mi ebből a szempontból most a szerencsésebbek közé tartozunk a szerencsétlenségbe, hogy nekünk kisebb bajunk lesz, mint a legtöbbeknek, de hogyha általánosságban nézzük a vendéglátás szereplőit, akkor azt mondom, hogy ott viszont ez, hogy lesz egy ilyen átrendeződés, hogy egyszerűen szűkül a kínálat is, és ezzel a kereslet egy picit át kell alakuljon, nem csak csökken, hanem egy picit át is irányítódik más helyekre. Ez azt remélem, hogy előbb-utóbb egy ilyen kiegyenlítődést fog eredményezni, és nem egy folyamatos spirálként működik majd. Összességében a piac hány százaléka hullhat ki a rostán? 10-20? Én azt feltételezem, hogy szerintem azt azért látni kell, hogy a COVID után már eleve a 10%-a körülbelül nem nyitott újra a helyeknek. Azóta szerintem egy másik 5-8, talán már lassan 10% is már vagy bezárt, vagy jelentősen csökkentette a nyitvatartási idejét, a szolgáltatását. Egyébként. És én azt gondolom, hogy erre még egy 10-20% még rájöhet. Az már szemmel, ami az azért összességében látható. Azért már egy szemmel látható. Uh-huh. A költségek sorában mindenképpen ki kell emeljük az energiaköltségek alakulását, hiszen nagyjából minden teszt határoz most meg a vállalkozás. Hát vagy legalábbis valamilyen tovagyűrűző hatása is van, nem csak önmagában a rezsi emelkedés, hiszen ez minden máshol is jelentkezik, ami aztán az alapanyagköltségben és egyéb dolgokban tovább gyűrűzik. Arról már beszélgettünk ugye korábban, hogy arra törekszel, hogy ne hosszú távú megállapodásokat kös a következő időszakra. Összességében hogy látod, hogyan alakul a 2023-as gáz és áram év az éttermeidnél? Hát bár látnám, mert hogy azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban volt ugye egy olyan időszak, amikor megjöttek az első árajánlatok, amik horribilis ajánlatok voltak. Ahhoz képest azért voltak egy picit már később jobb ajánlatok is, amik a fix árakra vonatkoztak, de mi a legtöbb helyen úgy döntöttünk, hogy inkább megpróbálkozunk a piaci aktuális árak mentén majd működni, mert azt feltételeztük, hogy még javulni fognak, vagy hogyha mondjuk most megnézzük a piaci árakat, akkor az előre kiadott fix árakhoz képest azért még kedvezőbbek. Hogy ez hogyan alakul, ezért ezt nagyon nehéz most megmondani, mert ebből a szempontból nyilván megint külső hatások ezt még jelentősen befolyásolhatják, de hogyha a pillanatnyi döntési helyzetet kéne nézni, hogy mondjuk most mi az az árszint, amin már hajlandóak lennénk hosszabb távú szerződéseket kötni, akkor azt gondolom, hogy az még mindig
nem az a szint, amin mondjuk most a fix ajánlatokat adják, hanem annál még bízunk azért valamilyen jobb árszintben, csak közben meg hát egyre jobban zárul az olló az idő nyomásban, mert hogy mindjárt január van, és ugye onnantól már élesbe ketyeg ez a dolog. És hogyan kalkulálsz, mennyivel nőhet a rezsitek? Nyilván, hogy ehhez tudni kéne az árakat, de azért csak egy tólik határt csak látsz. Hát azt már látjuk, hogy azért azzal kell számolni, hogy legalább ilyen 3,5-4-szeres növekedés lesz a korábbi árakhoz képest, az egy évvel ezelőtti, vagy a 2021-es árakhoz képest meg még jelentősebb, de azt is látni kell, hogy ez már úgy jön ki, hogy mondjuk lehet, hogy az önmagában az ár az akár az ötszörösére is fölmegy, de közben azért azt is most, hogy így próbáltuk felmérni, hogy hol tudunk visszább venni a fogyasztáson, azért abban is még találtunk tartalékokat. Eddig őszinte legyek, ez kevésbé volt szempont, hogy mi vizsgálgassuk azt, hogy most mikor kell bekapcsolni egy gépet feltétlenül, mikor nem, vagy mindenki kikapcsolta azt, amit épp nem használ, vagy a nem tudom, milyen hőmérséklet kell legyen a konyhán, vagy az étteremben, vagy milyen. Most egy csomó mindent meg kellett vizsgálnunk, hogy mit hogyan lehet optimalizálni, és azért azt tapasztaltuk, hogy ebben még várhatóan vannak komoly tartalékok, amiket most fognak csak kiderülni, mert például most novembertől volt, hogy elkezdtünk egyáltalán bevezetni ezzel kapcsolatos szigorúbb intézkedéseket, hogy akkor először megvizsgáltuk, hogy mit lehet tenni, aztán kiadtuk, hogy akkor ezeket most meg kell lépni, és ezeknek a fogyasztása, hogy hogyan változik az előző hónapokhoz képest, az most fog kiderülni a következő számlákba, de én azért azt feltételezem, hogy azért legalább 20%-ot szerintem még lesz olyan, ahol ennél többet is a fogyasztás visszafogással is vissza tudunk fogni. Ami persze mondom, akkor, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk fölmegy a 4-szeresére a számla, vagy akár az 5-szeresére, de közben meg 20%-kal kevesebbet fogyasztunk, akkor ez ugye a végén valahol majd kihoz egy egyenleget. A bemutatásodat azzal kezdtem, hogy a Sziget Fesztivál alapítója is vagy. Kicsit beszéljünk a fesztivál piacról, bár te ugye operatívan már nem veszel részt fesztivál szervezésben, viszont van még tulajdonod. Jelenleg még, igen. Jelenleg még van, hogy mondjuk így három lépést hátra lépve, és ebből az optikából nézve ezt a piacot, hogy látod a trendeket? Túlélte a fesztivál piac a Covid-válságot? Mennyire nehezíti meg a mostani gazdasági pénzügyi válság egy fesztivál megrendezését? Milyen trendeket látsz most? Hát itt is feltételezésekre tudok inkább csak most így támaszkodni, nem mondom, hogy nagyon sok tényre, mert valóban egyrészt nem is vettem már részt az elmúlt néhány évben operatívan, másrészt pedig ugye a Covid nagyon átalakította az ezzel kapcsolatos piacot. Tehát azért azt látom, hogy az emberek viszonyát is átalakította a tömeghez, meg a tömegrendezvényekhez, vagy legalábbis egy részének, meg azt, hogy mondjuk mennyire utazunk el emiatt külföldre akár, hogy fesztiválra menjünk, de az is látszik, hogy a hazai piacon is jelentős változások voltak. A Sziget idén azt tudom mondani, hogy kifejezetten jól sikerült, annak ellenére, hogy én azt gondoltam, hogy az van az egyik legnagyobb veszélyben, mert hogy majd mennyien fognak külföldről ide utazni, de úgy tűnt, hogy szerencsére ott nem esett vissza az érdeklődés. Ezzel szemben például egy Volt Fesztivál meg jelentős visszaesést könyvelhetett el, és komoly veszteségeket, nem véletlen, hogy ugye a többségi tulajdonos úgy döntött, hogy most már a 2023-as évben nem akarja megrendezni újra a Volt Fesztivált, és most pihenőre küldi. Remélem majd egyszer. Te egyetértesz? Hát üzleti szempontból, tehát azt gondolom, hogy üzleti szempontból annyiban egyet kell értsek vele, hogy én se látom azt, hogy hogyan lehetett volna olyan mértékben tovább csökkenteni a kiadásokat, hogy az már nem megy a rendezvény kárára, vagy és ha meg az lesz, ami már most is egy picit volt, hogy nem olyan sikeres, nem érzi magát olyan jól a közönség, akkor az ugye nagyon nehéz, hogy akkor jövőre majd még többen jöjjenek, akkor kevesebben fognak jönni, hogyha nincs ez a wow élmény, hogy
milyen jó volt, és én azt látom, hogy most sajnos ebbe a spirálba belekerült a Volt Fesztivál, hogy már az idei évben volt egy jelentős költségcsökkentés, ez már érezhetően a hatását megtette abban, hogy az élmény sem volt annyira átütő, ezért azt gondolom, hogy jövőre, ha még további jelentős költségcsökkentést kéne végrehajtani, úgy, hogy már eleve egy picit most mondjuk úgy, hogy nem akkora a lelkesedés a résztvevők része, akkor ez valószínűleg még olyan további látogatószám csökkenést eredményezne, ami még további nehézségeket és veszteségeket okozna, és egy ilyen helyzetben, ha nincs olyan megoldás, amivel most előre tudok menekülni, és még jobbat tudok felmutatni, és visszaállítani egy emelkedő vagy egy növekedő pályára, akkor most szerintem túl kockázatos egy válság környezetben azt mondani, hogy ebbe az irányba menni tovább. Úgyhogy ebből a szempontból én sajnos még akkor is, hogyha ezt rosszul esik mondanom, hiszen nyilván egy fontos gyerek vagy, hogy mondjam, az én életemben is. Egyik legkedveltebb fesztivál volt. Igen, igen, és én tényleg nagyon szerettem a Volt Fesztivált, és mindig családostól mentünk ilyenkor Sopronba, mert az egy ilyen jó kirándulás is volt, és nem tudom. Ennek ellenére azt mondom, hogy belátom, hogy most ez sajnos egy racionális döntés. Szakmailag? Ugyanakkor, hát szakmailag azt gondolom, hogy ebből tényleg... Vagy nem elválasztható az üzletet. Igen, ez a két dolog nem. Tehát szakmailag ott nyilván ez egy erős kérdést vett föl, hogy ugye azt már be is jelentette Sopron városa, meg a, ugye nekem a két alapító kollégám, akik elindították a Volt Fesztivált, hogy azért ők valamit szeretnének majd ott Sopronba tavasszal, vagy a tavasz végén csinálni helyette, és minél inkább kezdi bármi betölteni ezt az űrt, annál, meg hát egyáltalán a közönség egy része nem azt fogja mondani, hogy akkor nem megyünk fesztiválra, akik eddig Voltra jártak, hanem akkor máshol mennek el. Utána már nagyon nehéz ezt újraindítani, meg újraépíteni, azért ezt látni kell, úgyhogy ez ebből a szempontból tényleg egy nehéz döntés, hogy most az ember ilyenkor mit tegyen, vagy mit nem tegyen. Hogyha most egy olyan időszakot élnénk meg, mint mondjuk a 2010-es években még mondjuk 10 és 19 között, amikor azért egy folyamatos bővülő piac volt, egy folyamatos bővülő kereslet, akkor azt gondolom, hogy most én azt javasoltam volna, hogy akkor tessék apait, anyait beleadni, és valamilyen kitörési pontot találni, amivel újra lehet pozícionálni, és újra fölépíteni, vagy megerősíteni ezt a brandet, mert szerintem megvannak hozzá a kellő alapok. Úgy, hogy most közben viszont egy válságidőszakot élünk meg, úgy most nem tudom jó szívvel senkinek azt javasolni, hogy most még többet kockáztasson, mert egyszerűen most tényleg a külső tényezők azok kiszámíthatatlanok, hogy mennyire fog a kereslet egyszerűen magától azért visszaesni, mert kevesebbet tudnak költeni most a erre is. A keresletről annyit, hogy látod, mennyivel másabb egy mostani 20 éves fesztiválozó, mint 10 vagy 15 vagy 20 évvel ezelőtt, mennyivel másabbak az igényei, legyen szó zenei ízlésről, etetésről, itatásról, entertainmentről az egész fesztivált illetően? Hát... És okozhatta-e ez például a Volt a vesztét? Ezt... Azt mondom, hogy nem ez okozta elsődlegesen szerintem, de ez is okozza. Tehát, hogy ez egy sok tényezős dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy a közönség változott, de hát természetesen a fesztiválok is próbálják ezt lekövetni, ezeket az igényváltozásokat, mind a zenei kínálatukban, mind a szolgáltatások kínálatukban. Tehát szerintem a magyar közönség, most ez biztos furán hangzik így, de el lett kényeztetve a fesztiválozás szempontból, mert hogy nagyon magasra vannak téve általában a hazai fesztiválokon a lécek ahhoz képest, hogy mondjuk akár Nyugat-Európában egy fizetőképesebb környezetben is milyen színvonalú szolgáltatásokat kapnak a pénzükért az ottani látogatók. Persze fellépőben nagyon hasonló a helyzet, hiszen ugyanazok a sztárok játszanak itt is, ott is, mármint a nemzetközi sztárok, a magyarok természetesen. Itt a magyarokat ismerik pluszban a német meg a német sztárokat, vagy a nem tudom, de azok, akik már nemzetközileg is befutott előadók, azok nagyon hasonlóak ezeken a fesztiválokon a kínálatban. Nem abban van jelentős különbség. Amiben jelentős különbség van, az egyéb szolgáltatások, életérzés, helyszínek, az ottani egyéb lehetőségek. Ebben Magyarország kifejezetten jól áll a más piacokhoz képest, és ezért a hazai közönség
mert ehhez szokott hozzá, el is várja azt, hogy egyébként ez ne sérüljön, ez a része a szolgáltatásoknak, miközben akkor, amikor költséget kell csökkenteni mondjuk azért, mert azt látod, hogy egyébként olyan külső nehézségek vannak, mint most a válság, akkor elsődlegesen ezekhez a költségekhez tudsz csak hozzányúlni, és ebben, hogy hol mennyire megéltő a közönség, minél nagyobb nevű, minél nagyobb presztízsű, minél magasabb jegyárú egy fesztivál, annál magasabb az ezzel kapcsolatos elvárás. Tehát egy volt azért tudott nagyot esni, mert ott eleve nagyon magasra volt téve a léc, és ebben megértőbb mondjuk egy kicsit olcsóbb, kicsit kisebb múltú, kicsit kevésbé nagy nevű és presztízsű fesztivállal szemben a közönség, mert ott az elvárás sem akkor. Úgyhogy ebben én ezért féltettem a Szigetet is egyébként, mert azt gondoltam, hogy a Szigetnél is olyan magasra van téve a léc, hogy egyébként ez mennyire fog ártani, hogyha mondjuk visszaveszünk a látványból, a dizájnból, a nem tudom azokból, az installációkból, egyéb dolgokból, amik persze már csak akkor látod, amikor odamész, tehát amikor megveszed a jegyet, nem tudod, hogy ebben mit fogsz kapni, és nem erre vetted a jegyet, de mégis a Sziget életérzéshez ez valahol hozzátartozott, hogy ott majd lesz egy csomó ilyen plusz meglepetés, vagy ilyen plusz olyan izgalom, ami nem volt eleve így bekalkulálva, hanem pont az az izgalmas benne, hogy most vajon mi változott, mi fejlődött, mit, és ezért én egy picit ettől féltettem a Szigetet, de úgy láttam, hogy igazán ez a Szigetnél kevésbé jelentkezett a közérzetben, vagy tehát akit én ott láttam, embereket, meg akikkel beszélgettem, azt láttam, hogy ők egyszerre örültek, hogy végre van megint. A Sziget feeling az és működött valahogy ez a dolog. A Voltnál ez most kevésbé éreztem. Ugye beszéltünk arról, hogy operatívan nem veszel már részt, vagy nem vesztek már részt a Sziget Fesztivál szervezésében, de arra azért kíváncsi volnék, hogy ha már igények kiszolgálásáról beszélünk, látsz-e változást az új tulajdonosok színrelépése óta abban, hogy ők más típusú igényekre figyelnek elsősorban, mint mondjuk ti figyeltetek, amikor még ti voltatok operatívan ugye vezető pozícióban? Szerencsére nagyon jelentős ilyen típusú változást nem látok. Tehát ebben azért azt tudni kell, hogy ugye ez a tulajdonos, aki egy befektetési alap, a végső tulajdonos, ugye, vagy az oda befektetők, de hogy alapvetően ez létrehozott egy külön olyan részleget, ami kifejezetten fesztiválokba fektetett, és ma már 50-valahány fesztivált összevásároltak. De mi voltunk az első, akit megvásároltak, és nálunk ők őszintén el is mondták azt, hogy ránk azért van szükség, mert ők most eldöntötték, hogy ebbe az irányba egy portfóliót építenek, és ahhoz, hogy egyáltalán meg tudják ezt a portfóliót építeni, ahhoz nekik szükségük van egy olyan brandre, ami nemzetközileg is brand, mert az neki könnyíti az egyéb potenciális fesztivál célpontokkal szemben a tárgyalást, és mivel a Sziget volt az egyedüli a világon a top 10 fesztivál közül, ami egyáltalán még független volt, még megszerezhető volt, és nem valami nagy cégcsoporthoz tartozott, ezért mi voltunk, akikre szükségük volt. És ez emiatt mi ki tudtunk harcolni egy csomó olyan feltételt, például azt, hogy a menedzsment jogok nálunk maradhattak, amiben különben egy többségi befektető nem szokott alapvetően belemenni, de azt láttuk, hogy nekik nagyon kellünk, és mivel nincs mögöttük meg még az a szakmai tudás, amiért ragaszkodhatnának ahhoz, hogy ők mindenképpen ezeket a döntéseket ők hozhassák, ezért ezt el tudtuk érni. Sajnos a Covid ugye ezen a helyzeten valamennyit egyrészt változtatott, másrészt meg az, hogy ők közben fölépítettek egy komoly portfóliót, és már megérte erre egy olyan szakmai menedzsmentet is fölépíteniük, ami ma már ezt a közel 60 fesztiválnak a központi bizonyos irányítását marketingben, szponzorációban, bookingban, egyéb dolgokban ma már van egy olyan csapatuk, aki mindenhova bedolgozik ezekre a fesztiválokra, ezáltal egy picit nyilván központosítottak bizonyos döntéseket is, amik azt lehetne mondani, hogy akár ezt megszenvedhetik ezek a rendezvények, de én amennyire a kollégáktól hallom, még mindig szerencsére a Szigetet magát azt egy picit ilyen szentehénként kezelik, mert nekik mégiscsak ez még mindig a fő brandjük, és ezért arra sokkal nyitottabbak, hogy itt olyan szempontokat is figyelembe vegyenek, amik mondjuk nem kifejezetten üzleti szempontok, hanem image, vagy presztízs, vagy egyéb szempontok. Azt nem mondom, hogy olyan mértékben, mint mi tettük,
Mert nekünk nyilván az volt a lényeg, hogy mi egyszerre tudjunk egy olyan dolgot csinálni, ami ha lehet, akkor természetesen üzletileg is sikeres, de mellette valahol a saját névjegyünk is, a gyerekünk, az álmunk, a megvalósulása, tehát ott mindig ott volt az, hogy nekünk egyéb más szempontok legalább annyira fontosak, mint az üzleti szempontok. Ebben lehet, hogy az arányok egy picit változtak, de pont a Sziget esetében az a szerencse, hogy az nekik is valahol egy olyan dolog, ami a névjegyük is. És annál nem lehet, tehát hogy én nagyon féltem attól, hogy mondjuk tavaly visszafogták bizonyos területeken a szolgáltatásokat, vagy a látványvilágot, vagy mit tudom én, és visszavettek ebből, és hogy ez már így marad. És azt például nagyon örülök, hogy azt hallom a kollégáktól, hogy abszolút azt mondták, hogy úgy néz ki, hogy nincs akkora baj, mint amekkorát gondoltunk, ezért jövőre akkor lehet ezen a területen újra fejleszteni. Miközben ezt csak üzletileg nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért fejleszi. Kapaszkodnék egy előbbi válaszodba. Tulajdonosként meddig maradsz még aktív ebben a cégcsoportban? Előbb, mint úgy fogalmaztál volna, hogy jelenleg van még tulajdonrészed. Hát igen, ez egy érzékeny kérdés, mert hogy zajlik ezzel kapcsolatban a háttérben egy tárgyalás folyamat, ami akár oda is vezethet, hogy lezárul ez a fajta érdekeltségünk. Ez még az eredeti megállapodás részeként voltak különböző opciók kikötve bizonyos esetekre, hogy ki mikor milyen opciókkal élhet egymással szemben, és az az igazság, hogy nekem már sokkal megnyugtatóbb lenne az helyzet, ha már nem veszek részt ezekben a folyamatokban, akkor nem lennék tulajdonosként sem érintett. Azért az nem volt olyan jó érzés mondjuk azt a több mint 2 milliárdos tartozást az elmúlt 2 évben fölhalmozva látni, hogy akkor most ebből mennyi a rámeső rész, vagy úgy, hogy ráadásul nincs érdemi közöm a már az ottani történésekhez, és nekem tényleg az egy megnyugtatóbb helyzet lenne, hogyha már úgysem én hozhatom az érdemi döntéseket, akkor nem az van, hogy azért asszisztálok még ezekhez a döntésekhez, így ilyen kibicként, aki valóban már befolyásolni nem tudja ezeket. Úgyhogy most én nyitott vagyok arra, hogy lezárjuk ezt a folyamatot, és azt remélem, mert hogy a másik oldalról is mutatkozik erre szándék és nyitottság, hogy ez le is fog tudni zárulni. Gerendai Károly, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.